Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezzel a szép napon, reggelen, délutánon. A hajót csináljuk még mindig, képzeld el, ez most már a harmadik, negyedik, ötödik nap. Ilyen hét közepe van körülbelül, nem körülbelül, pontosan hét közepe van, egy jó ideig eljutottunk. Apukám most nem más csinál, képzeld el, mint a hajónak az elejére egy ilyen horgonyt fest. Ki van vágva a sablon, és jelenleg azt festi. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki a hajó. A neve, ma felfestjük a nevét is. És szerintetek mi lesz a neve? Még mielőtt megmondom, mi lesz a neve, ide a videó alá kommentbe írjátok meg, vagy mi lenne jó a neve. És a név már el van döntve, úgyhogy változtatni nem tudunk, mert mielőtt ti ezt a videót látjátok, addig a neve fel lesz festve a hajónak. Na mindegy, később elárulom a nevét, hogy mutatom, hogy mit csináltunk. Itt van a hajó, oda néz, szép fehér a teteje, szép ilyen sötétes, kékes a széle. Az alja pedig ugye még nincsen kész, apukám jelenleg nem más csinál, mint festi a horgonyt ide az elejére. És lesz rajta egy ilyen szép horgony, legalábbis, hogyha sikerül, már biztos, hogy sikerül, nagyon reméljük. Az ablakok még mindig nincsenek betéve, talán majd holnap még kell őket vágni. A teteje az most lett kész, az oldala kész van, az alját meg kétszer le kell majd festeni ezzel a festékkel, és olyan, nem festék, hanem olyan festék, amire nem megy rá az alga, meg a sok hasonló, ugye, hogy a víz alatt taszítja. Ezt körülbelül másfél-két évente meg kell csinálni, és mivel a vízen van, ugye, na minden, úgyhogy, ami még vissza van, sok minden vissza van, de ma a tetejét le kell kenni, ilyen nem csúszós festékkel, nem az egészet, egy pár részét, itt a középső részeket, ugyanis, hogyha vizes, akkor nagyon csúszik. Van hozzá festék, itt a festék, ez is ilyen hasonló fehéres, és nem tudom, mennyire lehet látni a kamerán, meg nem, de vannak benne ilyen valamik, ami miatt ugye nem tud csúszni, hogyha vizes a hajó és rálépsz. Itt van még mindig a sok cuccunk. Valószínű, hogy kész lesz a hajó most már nem sokára. Legalábbis nem az, hogy kész lesz, de a vízre rá fogjuk tudni rakni. Tegnap megvettem sok mindent hozzá végül is. A festés, ha minden igaz, ma kész lesz az egész, kivéve az alja. Az aljára ugye ma egyszer lefestjük, meg majd még egyszer le kell majd festeni, valószínű, hogy holnap. Attól függ, hogy milyen lesz az idő. A belseje az majd a vízen lesz ugye kész. De mit szóltok hozzá? Alakul vagy nem alakul? Ahhoz képest, hogy hogy nézett ugye a múltkor, szerintem most már elég jó alakul szerintem. Nem 100%, de amint kész lesz ugye az alja és a neve is fent lesz a hajónak. Szerintem nagyon jól fog kinézni. De már segítek apukámnak. Megnézem a horgonyt, jó? Oda néz, ott a horgonyunk. Menjünk át a túloldalra, és kis ecsettel majd ugye ki kell ezt húzni, ez a ilyen sablon, és az egészet ugye át kell festeni. Úgyhogy a hajónak a neve nem más lesz, mint, na ki mire gondol? Annyit elárulok, hogy magyaros neve lesz egy kicsit, és nem más lesz a neve, mint Balaton. Képzeld el, Balatonnak fogjuk hívni a hajót, a neve az ide lesz felfestve az oldalára. Nem tudtam végül is eldönteni, hogy mi legyen a neve. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy a Balaton, ugye a Balatonon sok vitorlás hajó van, ez nem vitorlás, meg nem is a Balatonon van, de nem tudom, nekem tetszik a neve. Úgy hirtelen úgy beugrott a múltkor, és gondoltam, hogy Balatonnak fogjuk elnevezni a hajót. Gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Ugyanis nem tudom, szerintem jó lesz a neve. Elnevezhettük volna Marinak is, vagy Józsinak is, de általában a hajók lányok ugye. Legalábbis lány nevet kapnak, a Balaton az meg olyan balatonos. Na minden, nekem tetszik. Úgyhogy most ezt gyorsan befejezzük, vagyis apukám befejezi. Meg reggelizünk, aztán utána nem más fogunk csinálni, mint valószínűleg vagy a tetejét, nem, lehet, hogy az aljával kezdjük, aztán a tetejével fogjuk rákenni azt a nem csúszós festéket, és kiváljuk még az ablakokat, meg sok dolgot meg kell csinálni. Ma nálunk szerda van, ugye egész héten dolgoztunk rajta, de ti ezt a videót látjátok, szombat lesz, a hajó vasárnap fog menni a vízre, tehát amikor ezt a videót ti látjátok, a hajó még nem lesz a vízen, de addigra közel leszünk ahhoz, hogy a kívülről minden kész lesz, legalábbis nagyon remélem. A másik hajót ugye még ki kell venni, de majd meglátjuk, hogy ha esik az eső, ugye vasárnap nem tud rámenni a vízre, hanem majd később. Na minden, úgyhogy megnézzük apukámat, még mindig fest, aztán gyorsan megreggelizünk, és remélem nem fogom elfelejteni, lefilmezni a hajót, még mielőtt ugye hazamegyünk, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy meddig jutottunk ma el. Az alja amúgy fekete lesz. Na lassan befejezzük, mára mutatom, mit csináltunk.
Felraktuk az oldalára ezt a fekete csikot. Nem csikot, mi ez? Ezt ide. Látod? Most felraktuk, holnap rá lesz ragasztva. Ja, az kész van. Itt van még ez a vasmacska, holnap ki lesz húzva rendesen fehérre. Aztán mutatom. Ez az ablak, az még hiányzik, bár ki lehet vágva, kell venni bele még csavart. Az ablakkeretet mindjárt megmutatom. És itt van a Balaton. A Balaton sincs még kész, majd ki lesz húzva fehérre. Meg a fekete valószínű, hogy ilyen zöldes kékre. Olyan színűre, mint a Balaton. Ilyen zöldes kékes valamire. Az árnyék. Úgyhogy reméljük, hogy jól fog kinézni. Végülis ez csak a minta, a sablon fel lett rá, nem ragasztva, festve. Úgyhogy távolról így néz ki egyelőre. Holnap valószínű, hogy jövünk, hogyha jó idő lesz. Az alját lefestettük feketére. És ez az a festék, vagy nem tudom minek mondják, nem festék, festék, de festék, amire ugye nem megy rá ez az alga, hogyha bennáll ugye a vízbe. Egy hetet tud kínálni a vízből, utána le kell rakni a vízre. És ahogy mondtam, másfél-két évente le kell kenni. Bedugtuk a dugót, vagy a lukat bedugtuk, ott volt a WC, ugye. Itt jött ki a, éppen amit csináltál a WC-be, itt megszívta a vizet. De a WC-t kivettük, úgyhogy bedugtuk, nehogy véletlenül bemenjen a víz. Már el van bent zárva. Aztán szerintem jól fog kinézni. Lassan, lassan. Holnap, hogyha már benne lesz az ablak, akkor már jobban néz ki megint. Még egyszer lefessük az alját, a Balatont ugye szépen kiúzzuk. Aztán hol van? Nem tudom, mutattam az ablakkeretet, vagy nem. Itt az ablakkeret. Látod, ilyen szép. Meleg. Az ablak az pedig fekete. Tehát fekete, kék és fehér. Remélem, hogy jól fog kinézni. Aztán mit csináltunk még? Majd egy motornak a tartóját ide rárakjuk, azt már ki lett vágva, le lett festve, az egy második motor lesz, hogyha véletlen az egyik, az nem lesz jó. Vagy megáll a vizen, mert itt az ablak apukám közben rakta. Ezen, erre megy rá az a kék keret majd. Hoppá! És le is esett. Na mindegy. Amúgy ez egy ilyen, ez nem üveg, nem tudom minek hívják, 4 mm vastag, bár a víz nem fog rajta bemenni, betörni, nem hiszem, hogy betörik, de ha be is törik, ott senki nem fog tudni beférni amúgy. Na mindegy. Na várj, hozzá apukám ezt a keretet. Tessék. Onda. Hátsóba. Már kell venni csavart. Figyelj, rámegy a keret. És nagyjából így fog kinézni. Vedd az egy kezedet. Valamelyik. Úgy. Na. Kiesik. Na mindegy. Úgyhogy ezt csináltuk ma, lassan most összepakolunk, aztán elmegyünk hazafele. Ha bemegyünk, veszünk még csavart valószínű, meg egy pár dolgot, amíg kell a hajóhoz. És ahogy mondtam, talán egy pár nap múlva kész lesz és rá tud lenni a vízre. Amit nézd, milyen szép a kalapom. Ezt vettem most fel, ugyanis rettentő meleg van, kinn a napon. Én nem tudom mennyi van, de az árnyékban 38 fokot mondtak, úgyhogy a napon olyan 43-45 fok lehet talán. Rettentő meleg van. A végét itt már alig bírtam lekenni, és ugye szinte majdnem, hogy ráégett a festék. Az volt a szerencse, hogy ez az alja volt, amin járkálsz, meg a festék pont el is fogyott, de nem számít neki, ugyanis ide megy egy ilyen fa, valami ilyen deck, amit fogunk majd taposni, és látod, annyira nem lehet látni, de le van festve ezzel a festékkel, ami nem csúszik. Az a szerencse, hogy a tetejének korábban álltam neki, így dél körül. Most már nem úgy volt dél, rettentő meleg van, ahogy mondtam. Na minden? Összepakolunk, befejezzük, és megyek haza, aztán beállok a hideg zuhanyba. Rettentő meleg van. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok, meg is zuhanyoztam, most már egy órával ezelőtt, ugyanis meg is ebédeltem, 2 másodperccel ezelőtt. Elmentem a Lucasért, 10 perccel ezelőtt, vagyis felvettem a busz megállóból. Hazafelé bementünk a boltba, apukámmal ugye még vettünk pár dolgot a hajóhoz, és most megint el kell mennem. Ugyanis biztos, hogy láttátok, vagy nem láttátok, nem tudom, ugye ahol lefestettük az alját a hajónak, ahol van az az elválasztás, a kék és az alja. Még mielőtt valaki mondja, hogy nagyon csúnya csikot csináltatok ott. Tudom, hogy csúnya a csik, az nem azért csúnya, az azért csúnya, mert oda megy egy ilyen takaró, nem léc, minek hívják, takaró, amit úgy rá lehet ragasztani, ami eltakarja azt a vonalat, úgyhogy ott próbálok most venni, van a mai napon, amelyik talán a holnapi, hogyha nem találok, akkor egyenesre kell kihúzni a vonalat. Bár én azt hiszem, hogy egy piros vagy sárga vonal
De ez a taparós jobban nézne ott kint, de hogyha nem, akkor valami, akkor kiúszok egyenesen vonalat, ugye le kell ragasztani körbe a hajót, és át kell ugye festeni, vagy azzal a fekete színvel, vagy a kékkel, de többé bassza a feketével, mert ugye azt fessük most, és egyenes lesz a vonal. A Balatonhoz, az íráshoz már vettünk festéket, majd megmutatom legközelebb, hogy elkészül milyen lett, nem még, hogy jó lesz. Ugye az ecsettel, ilyen nagyon pici ecsettel apukám fogja kihúzni, kifesteni kézzel, ugye, és ez csak a sablon volt, amit rárakott. És apukám ugye jól tud festeni ilyen kézi, meg jól tud rajzolni, és ugye a sablont is amúgy ő csinálta, és majd ő fogja kifesteni szépen. Na minden, majd meglátjátok, úgyhogy jelenleg oda megyek most gyorsan, még mielőtt bezár a bolt. Aztán, mi a helyzet? Ez a hármilla apple juice. Apple juice. Iszik egy apple juice-t. Itt a kötelem, a vasmacskához. Leszedtem már a végét, és ez megy rá a láncra. Majd lehet, hogy megmutatom, hogy hogy kell rákötni a láncra. Ugyanis ez a vissza fog ide jönni. Na minden, hogy megfogja. Szóval itt a másik vége. És azt hiszem, hogy megvan mindenem, húzom a szemegemet, elköszönök a családtól, aztán gyorsan elmegyek. Amúgy ott benne a boltban, nem tudom, hogy hol kell filmezni, vagy nem, ugyanis ez ilyen, nem az, hogy kisebb bolt, ilyen kisebb bolt, ami nagyon-nagyon hatalmas, és általában ebben a boltban nem sok ember van, és nem sok ember tudja ezt a boltot, hogy létezik, én azt hiszem, mert nem sok ember jár oda. Nem nagyon hirdetek, azt hiszem, de rettentő sok mindenük van. És nekem azon kívül más is kellene, bár nem tudom, hogy mit akarok vásárolni, hogyha megtaláltam ezt, egy ilyet, csak újba. Ez a guminak a végére megy rá a hajó oldalán, ez zárja le azt a gumit, hogy ilyen szép legyen. Ez nem a legszebb, és már régi. Na ugye, ezt kell még megnézni, és azt hiszem, hogy kívülről nagyjából megvan minden, hogyha jól számoltam, vagy jól emlékszek. Na igen, úgyhogy húzom a cipőmet, köszönjük a családtól is, megyünk. Itt van a Porsche szalon. Közben is érkeztünk. Ami ezt a boltot már mutattam, azt hiszem, hogy valami ünnepnap volt és zárva volt, mikor utoljára itt voltam. Itt lesz bent. Most nincs sok autó, nem tudom miért, pedig itt sok mindent tárulnak. Inkább ilyen kisebb dolgokat, lehet, hogy azért, tehát hogyha valamilyen kis csavar kell, vagy valami, akkor itt valószínű, hogy van. Bár árulnak GPS-t is, de csak ilyen hajós robot, semmi mást. Na mindegy, úgyhogy ide bemegyek én gyorsan. Valahol itt megparkírozok. Itt jó lesz. Hozzáérkeztem, kaptam. Látod? Ez a vég, ami kellett. Egy kicsit hosszabb. Már nem tudom. Nem sokkal, de végülis a hossza az nagyon mindegy, ha milyen a szélessége, vagy hogy hívják, annak kellett ugye, hogy megfeleljen, és látod, majdnem hogy jó. Inkább egy kicsit nagyobb legyen, mint szűkösebb, ugyanis ha kicsit szűkösebb, akkor ugye nem tudod rárakni, és az nem jó. Úgyhogy, ha nézzük, mit csinál a Davis, jelenleg az iPad-en valamit néz, na mi helyzet? Rettentő meleg van ma. Nem olyan akarunk rohangálni, semmit csinálni, ahogy mondtam. Holnaptól jön egy kicsit a lehűlés, és azt mondták, nem lesz ez a nagyon nagy meleg. Ma rettentő meleg van. Nálunk volt, mondjuk azt, hogy 38 fok. Lent Adelaide-be, ugyanis valakivel beszéltem, aki ott lakik lent Adelaide-be. Nem másra, mint Ádáma. Szervusz Ádám, hogyha nézel a videót, amit szokta nézni a videót. És 18 fok van lent, képzeld el, azt mondta, hogy 18 fok van nálunk, 38 fok. 2500 km köztünk a különbség, ugye Adelaide az Ausztráliának a déli részén van, a Dél-Ausztráliának a fővárosa, vagyis a központja, fővárosa, ugye, úgy mondják. Mi pedig itt északabbra lakunk, és 2500-2400 km körülbelül a különbség, lent 18 fok van, nálunk 38 fok van. Hogy lent miért van 18 fok, azt nem tudom, ugyanis ott is ugye nyár van, ugyanúgy, mint mi nálunk, valamiért leült a levegőt. Bár Ádám azt mondta, hogy most jönne a felmelegedés ott is, nem tudom, hogy miért valamiért leült, de nálunk 38 fok, a megszokottnál magasabb, ugyanis 38 fok azért nem mindig van, ugye itt mi nálunk sem, 30-32, de nem 38, főleg kint a napon, rettentő meleg volt. Ugye, nem minden, ahogy mondtam, a festést is azért most előbb befejeztük, mert a festék csak ebéd után, mikor az a nagyon meleg már itt van, nem tudsz festeni, mert ugye a festék ráig, és nagyon csúnya lesz a hajó, meg minden, amit festesz.
Én most nem más csinálok, mint kiviszem már ezt a kötelet. Nem más, mint ide a garázsba. Fú, te, úgy néz ki a garázs, mintha mutatom. Látod? Itt minden mindenhol van. Ezek végül is a... Hogy mondják, a hajónak, a mostani hajónak a belsej, ez a szivacsok, ami megy a szemétbe, csak azért tartottam meg, hogy a méretet ugye le tudjam venni. Újak fognak belemenni. Nem lesz áthúzva, mert gondoltam, hogy áthúzom, de szerintem a szivacs is nagyon-nagyon rossz, meg büdös. Tehát hiába áthúzod, a külső jól fog kinézni maximum, de a belső ugyanolyan büdös, koszos lesz, ugye arra nem akar senki ráfeküdni, vagy ráülni szerintem. De most nem más fogunk csinálni, valószínűleg nem itt a garázsba, de megmutatom, hogy mit fogunk csinálni. Amúgy vettem létrát is, még be van csomagolva. 4 fokú létra, hasonló, mint a másik, csak új. Mutatom, mit fogunk csinálni. Itt a lánc. Nem erre a vasmacskára, ugyanis ott a másik nagyobb vasmacskám, azt fogom használni, arra megy rá. Majd ez a lánc, ezt le kell szedni, a láncot rárakni. A láncnak a másik végére pedig a kötél fog rámenni. Nem másképpen, mint mutattam, hogy hogyan. Ez az egyik vége, ugye ez a másik vége. És ez úgy fog rámenni, hogy egy szem ide bejön. Csak próbálok egy kézzel kamerázni, megcsinálni, és egy kicsit nehéz, főleg bal kézzel, a jobb kezes vagyok. Ez ide rámegy, tehát értitek, ez ide rámegy, a kettő visszamegy nagyjából, tehát érted, mit mondok, csak meg tudom mutatni a lényegét. És ez nem máshol fog menni, mint ide vissza lesz fűzve ide a kötélbe. Tehát ezt fogjuk, ki fogjuk itt nyitani, és megkezdjük, és vissza lesz fűzve, tehát ezeket nem fogod látni, csak kicsit vastagabb lesz a kötél. Látod? Vissza lesz fűzve a belsejébe, és ez rendesen fogja itt tartani. Tehát nem fog elszakadni. Ha jól tudom, ez a kötél valami, nem is tudom, olyan 650 kilót bír el, ha jól emlékszem, az volt ráírva a, nem a dobozára, nem jött dobozzal, de az leírására. A hajó az több, mint 650 kiló, nem sokkal, egy kicsivel több, mint 650, de a vízen szerintem úgyis aki kötölve lesz, tehát a kötél meg fogja fogni, hogyha ledomom a vasmacskát, vagy ha valahol megállok, vagy éjszakára, akkor a vihar nem hiszem, hogy lesz, hogyha mégis, majd fogok egy másik vasmacskát, egy nehezebbet, meg egy nagyobb kötelet, biztonság kedvéért, hogyha olyan helyen állsz meg, mondjuk éjszakára, nem most, de majd a jövőbe, ahol véletlen jön a vihar, ugye sose lehet tudni, mi nálunk nyáron, akkor a hajót ugye nem fogja elvinni sehova se. Na mindegy. Úgyhogy, most megnézzük, mit csinál a hajó közt is. A feleségem az éppen aztán most dolgozni, de nem megyünk be. A Lukas pedig mit csinál? Szervusz. Mit olvasom? Könyvet. A Lukas is félmesszele, mert rettentő meleg van. Le kell vágni a hajra. Nem félmesszele, majdnem. Nem filmezem. Na mire? Mit vagy? Elmegyek a dédek, jó? Próbálok nem filmezni semmit sem. Mert legalábbis a háttérre. Mindenki félmesszelem, meg messzelem. Na mire? Kívül én látom, hogy fel a költözet. Úgyhogy, ezt a mai videót én most lassan befejezem, és gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy eddig a hajó hogy néz ki, mit szóltok hozzá, mit szóltok a névhez, és mire legközelebb látjátok, nagyon remélem, hogy kész lesz a külseje, és a vizen lesz. Nem tudom, hogy a holnapi videó, vagy ez a szombati videó lesz, hogy már még csak szerda van a holnapi videó, a vasárnapról nem tudom, hogy meg tudom mutatni a kész hajót, majd meglátom. Attól függ, hogy ugye mennyit tudunk majd dolgozni, meg a másikat még ki kell venni, de ha kész a külseje, ugye meg fogom mutatni, hogy hogy néz ki, még mielőtt talán a vízbe megy, nagyon remélem meg tudom mutatni. A belsejének meg neki fogunk állni valószínűleg jövő héten, az lehet, hogy egy kicsit tovább fog tartani, ugyanis a vízen nehéz vagdosni, meg fűrészelni. Ugye itt a farmon, az udvarban rettentő könnyű, nem az, hogy könnyű, de ott az árva, ha minden oda fűrészelsz, ahol akarsz, de a kikötőbe nagyon nem akarják megengedni, ugye, hogy nagyon sokat dolgozzál, meg ott nem lehet nagyon fűrészelni, meg annyira hangoskodni, meg kalapácsolni, úgyhogy sok mindent itthon kell megcsinálni, és oda vinni majd vissza a hajóhoz, de nem mindent kész fog majd lenni talán nem sokára. Na mindent! Úgyhogy, mára ennyit nektek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, így attól függ, hogy mikor nézitek, azt szoktam mondani. Sziasztok!